Itt van velünk Balási Betti és Varga Feri. Hát és újra jön egy kis jövevény. Felkészültetek rá? Nem. Van még egy pár hónap, én úgy tudom. De annyira jó egyébként rátok nézni, mindig pozitívan, mindig mosolyogtok. Jól vagyunk, köszönjük. Na, meséljetek már egy kicsit, hányadik hónapban vagy? Negyedik hónapban. Megvan ugye a kicsinek a neve. Igen. Ki választotta? És mi a pontos név? Igen, ez... Na, jó, a Miksa az kicsit, te voltál. A Miksa az én voltam, igen. A Varga az Miksa adott. Az megint csak te voltál. Na tessék. Kettő egyre nyert. Akkor már egy picit, tehát a Varga az adott volt. Az adott volt, igen. Akkor köszönjük. Azt tegyük az félre. Ja, igen. Na most a Varga után... Na megint félre rakjuk. Na most a Varga... Nem rakjuk félre, azt rakjuk előre. Ja, előre. Most a Varga után nálatok ez akkor hogyan indultál? Akkor hogy legyen? Hát igazság szerint az első két gyereknél a nevet az Betty találta ki. Uh-huh. És ugye, hogy dallamos, hogy Varga Róza Anna, Varga Dániel Máté, és akkor így lett a Varga Miksa, mert azt szerettem volna én már régen. Akkor most, te voltál a döntéshozó. És akkor a Bendegúz, meg ugye a Betty. Meg a dallam vége, Varga Miksa, Bendegúz. De a lánynak ő találta ki, úgy, ahol lány lett volna a nevét. Ja, Lotti Hannát, igen. Lotti Hanna lett volna. De hát még lehet. Nem, már nem lehet. Figyelj, nevekben... nevekben jók vagyunk, úgyhogy ha valamit megbotlasz, akkor biztos, hogy segít. De nem, ez egyébként számomra érdekes, hogy te most mondjuk így rámentél a dallamokra, hogy neked ez mondjuk fontos. Nekem nagyon. Persze, szerintem nekem szuper is. Ezt hall, tehát igen. Ezt fogja a gyerek is hallani. De mikor fogják őt így nevezni szerinted? Hogy Varga Miksa Bendegúz. Nem. Hanem amikor ő bemutatkozik, és például a Róza imádja a két a nevét mondani. Is? Igen, és ő úgy mutatkozik be, hogy Varga Róza Anna vagyok. Vagy a de Dani jó. Azt mondja, hogy Varga Dániel Máté vagyok. De hát, jó. Hogy ő ilyen szépen mutatkozik be, és ez jól is hangzik. Mert egyébként... És mindannyiszor, ahányszor elmondják, imádom. Igen, egyébként én a gyerekeket nem is a nevükről szóltam, mert például a nagyfiam a Frici, de illetve Ferenc, de őt Fricinek hívjuk. Vagy Frigyesnek. Vagy Frigyesnek, ha mérges vagyok rá. De honnan jött ez? De fogalmam sincs, a Rózát Csipkének hívom. A politívom Csipkének. Mindegy, azért meg a Rózát Pöpinek, a Danit meg Dudu vagy Dagat. Tehát, hogy ezek a... Dagatú? Ez kevés. Nem, ő szereti egyébként. De biztos vagy benne? Én is megkérdezném. Igen, képzeld el, hogy nem szereti. De csak tőlem szereti. Ja, hogy tőled elfogadj. Tőlem szereti, igen. Gyere Dagat, menjünk. Jön. Igen, ez nem ugye jobban megszokott, hogy ugye két nevet adnak ugye a gyermeküknek. De most már itthon is. És most már itthon is jobban elterjed, de hogy ez a dallam, szerintem ez egy nagyon jó dolog, és hogy mennyire fontos, hogy ugye mit hall a gyermek is, és hogy nektek meg aztán pláne, igen. És hogy vagy, Betty, különben jól viseled most a... Most már jól. De az elején nehéz volt? Az elején. Miért? Mert dolgoztam ugye itt a Starmasterba, és hát úgy dolgozni, hogy közben folyamatosan rosszul vagy. Jó, és úgy koncentrálni, hogy folyamatosan rosszul vagy. Nem látszott a kisfilmekben, nem látszott. Mert nagyon kedves és aranyosak voltak az operatőrök is, és a hang, és a szerkesztők, és ők ezt nem vágták be, hogy én rosszul vagyok. De hát ez egy nehéz időszak volt, nagyon. Az előző. Viszont a Dani, nem, Rózánál 5 hónapig tartott, Daninál 4 hónapig, és Miksánál 3, mert a harmadik hónap negyedik csak nálad lesz. De tényleg nem lesz negyedik? Most azt mondjátok? Nem. Hát már... azért nekem van ugye 5, tehát azért még azért van a nagyokkal is gondoskodás. Ugye Frici most költözött el tőlünk, mert már nagyfiú lett, úgyhogy... Hát azért figyelni kell, figyelni szóval kell. Itt sok fel vagy. Tervezett baba volt? Igen, egy évvel később terveztük. Uh-huh. Úgyhogy nagyon jött. Nagyon mindenben ilyen gyors vagy felé? Nem. Már viszonylag lassú vagyok. Nem vagy lassú? Nem. És mennyire kellett, hogy mondtátok, hogy egy év múlva terveztétek volna a kisbabát, de hát ugye tényleg nem lehet tervezni, hogyha jönni akar. Hát lehet, csak nem úgyse sikerül. Hát úgy terveztük, hogy a Frici most költözött el, akkor legyen egy kis idő, kifutás, hogy ugye őt vele foglalkozunk, segítjük. Most minden egyszerre van. Akkor Róza szeptemberben megy iskolába, akkor azt is úgy indítani. Most úgy fogjuk indítani, hogy óá, és közben a helyes hát élet. Tehát, hogy ez most egy ilyen, ez is egy logisztikai munkával mágia. Munkával kapcsolatban lesz. Ilyenkor hogyan kell váltanotok, vagy változtatnotok? Nem szoktunk változtatni rajta. Egyedül annyi, hogy az utolsó 2-3 hétben már csak közel vállalunk előadásokat, de már 8-hó, 11-én már megyünk, már oda koncert van, tehát az már... Pont most beszélgettük kint, hogy a Rózával 4-én szültem, és a születésnapomon 16-án léptünk föl. A Danival
hétfőn szültem, és szombaton felléptünk. Aha. És hát ez most sem lesz másképp. Nem jó otthon ülni. Tehát az a legrosszabb. Meg szerintem az neked is nagyon fontos, hogy nem nehéz, azt hozzá kell tennem, hogy nehéz otthagyni. Igen. De egyébként meg jó, valahol szerintem jó. Egyébként, hogyha a nő hajlandó otthagyni a gyermekét viszonylag korán, akkor sokkal hamarabb fog szocializálódni a gyermeke, sokkal könnyebben fog később beilleszkedni, de tudom, hogy ez nőként nagyon nehéz lehet. Nálunk ez ilyen nagyon természetesen alakult, ezt mindenki a saját családjába el tudja dönteni. Hogy lesz egyébként nálatok, ki fog segíteni? Vagy ki hát tud, ki ez tud is segíteni? Egy mágia. Igen. Ugye édesanyám, a nagymamák, és Feri édesanyja, ő valószínűleg édesanyám dolgozik még, úgyhogy ővé az ilyen hétvége. Ha hétköznap megyünk, akkor jön a Feri édesanyja, aztán az én drága barátnőm, aztán az én drága barátnőm, az Ágika, aki nagyon sokat tanít a gyerekek, és hát az én nagymamám, aki pedig folyamatosan, ugye most is ott vannak vele a gyerekek, ő 87 éves, de hát ő még egy szuper nagy, ő még ugyanúgy nagyon. Ilyen csajszik. Ez az én nagymamám is. Szeretném én ezt. Mikor jöttetek össze? Én emlékszem még ilyen. 2006-ban. Első prőszerelem volt. Igen. Igen. 2005. Hát május? Nem, 2006 igen. Május. 2005 május. 5 május. És ugye akkor is ott volt a produkció, és a produkció közben jöttetek ugye össze, és jött az éles váltás a te életedben. Igen. És mekkora boldogság. Jó, igen, ez az enyémbe is. Hogy álltok a babaszobában? A Rákendról. Képzeld el, hogy most csinálgatjuk pont a babaszobát, mert ma megyek festéket venni, mert már szóltam a... Olyan jó helyen lakunk, ilyen kis... Minden van helyen. Minden van, maradjunk. És szóltam a festékboltosra, kiválasztottuk a szint, úgyhogy jövő héten én már festek. Meg még a körmös azt. Hát én ilyen barkettet, ilyen burkolás, meg minden ilyet megcsinálok. Nálunk nem volt szerelő, egyszer volt szerelő. Már fotókat róla, küldjetek már el nekünk. A festés? Aha. Azért, mert nevetni akarsz egy jól, mikor a reggelig, igaz? De tényleg. De ha gondolod, jöhet segíteni, és jót elröljük rajta. Figyelj, én most bemondom. Jó, akkor én jövő héten vállalom, hogy kimegyek Balázsi Bettikhez és Varga Ferihez, élőbe menjünk. De így legyen. Élőbe menjünk, és nézzük meg, hogy akkor hogyan festenek. Én megkérem a kedves szerkesztőinket, hogy akkor engem Zöldre festeni fogok. Nagyon szépen köszönjük szépen. Még se Bendegúsz, az pedig akkor kiváló. Várjuk. Köszönjük szépen. Jövő héten találkozunk, megyek festeni. Jövő héten.